Idén szeptember 23-án rendezték meg Nyíregyháza főterén az 5. közfoglalkoztatási vásárt. A főtéren felállított faházakban a megye 100 települése mutatta be a közfoglalkoztatásban dolgozók értékteremtő munkájának gyümölcseit, illetve gyümölcsleveit. Pór Sándor, Kék község polgármestere épp az aranytermékdíjas berkenye italból visz kóstolót az érdeklődőknek, akik a gyümölcsöt lekvár vagy épp pálinka formában is megízlelhették. December 15-én Kék község mellett Tiszaadony polgármestere is átvehette azt a 10 millió forint támogatással járó oklevelét, amelyet a megyeházán tartott sajtótájékoztatón adtak át a belügyminisztérium munkatársai. Azt gondolom, hogy mind a két településnek sikerült megtalálni egy-egy olyan terméket, amit prémium minőségben tudnak előállítani. Ugye, Tiszaadony tekintetében ez a kecske sajt, itt az önkormányzat kecskék tartásával is foglalkozik, és kecske sajt előállításával. Ez Kék esetében pedig a berkenye, amiből kiváló termékeket állítanak elő. Úgy gondolom, hogy mind a kettő egyfajta kuriózum is egyúttal, és mutatja azt a kreativitást, ami megvan a polgármesterekben, a közfoglalkoztatás szervezőkben, és természetesen azt a munkát, amit a közfoglalkoztatottak elvégeznek, mert ugye ahhoz, hogy ilyen jó minőségi termék legyen, ahhoz bizony kell a közfoglalkoztatottaknak az odafigyelése és az a kimagasló munka, amit végeznek. Kéken 11 hektáron gazdálkodnak a közmunkaprogram segítségével. A jelenlegi adatok szerint mintegy 60 közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzat alkalmazásában. Én pozitívnak tartom a elmúlt 10 évben elért eredményeket, hiszen korábban körülbelül 200 fővel indult, 180-200 fővel indult a start közfoglalkoztatás, akkor volt a legnagyobb munkanélküliség a településen, és a közmunkának köszönhetően nagyon sok ember kapott munkalehetőséget. Ez nem csak azért fontos, mert egyik a legfontosabb az, hogy plusz forráshoz jutottak az emberek. A másik meg, hogy akik nagyon régóta otthon voltak munkanélkülin, és munkanélküli segélyen, azok hozzászoktak egy rendszeres munkához. Tiszaadonyban kecsketenyésztéssel is foglalkoznak a programban résztvevők. Jelenleg 200 fejős állatot gondoznak, az állatok takarmányozásához 20 hektár földterületet bérelnek. Maga a kecske és a tej az nagyon régre vetíthető vissza, még a közfoglalkoztatás előtt a szociális főprogram keretében azzal segítettük a hátrányos helyzetű lakosokat, hogy kecskéket helyeztünk ki. Majd mikor több tej lett, akkor a tej feldolgozása, és ahogy megjelent a közfoglalkoztatás, akkor itt egy nagyobb anyagi támogatással eszközöket, gépeket tudtunk beszerezni, és így amikor már több lett termelés volt, piaci alapra működött, akkor elvárás volt, hogy nem közfoglalkoztatási keretek között kell működtetni, hanem jelen esetben ugye a szociális szövetkezetként, aminek viszont az a nagy előnye, hogy ugye nem a közfoglalkoztatottai bért kapják ők meg, hanem rendes a garantált minimálbéreket tudjuk nekik kifizetni, de ezért azért elvárjuk a teljesítményt is, hiszen itt szombat-vasárnap is kell dolgozni. A közfoglalkoztatási program minden év március 1-én indul, és maximum a következő év február végéig tart. Román István kormány megbízott a sajtótájékoztatón megerősítette, jövőre is folytatódik a közfoglalkoztatás.